Más országok adataival összehasonlítva még mindig sok fiatal dohányzik Magyarországon. Ez derül ki az Egészségügyi Világszervezet és a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet közös felméréséből. De nem csak a fiatalkori, a terhesség közbeni dohányzás is jellemző, a fejlődő szervezetre pedig súlyos hatással lehet akár napi 1-2 szál cigaretta is. Vendégünk a stúdióban Holikné Sajtos Ágnes védőnő. Jó estét kívánok! Köszönöm. Jó estét kívánok! Milyen mértékben csökkent a fiatalkori dohányzás Magyarországon, ha erről tudunk valami közelítő arányt mondani? Megközelítőleg azt veszük észre, hogy talán kevesebb, de összességében nézve, hogyha a fiú és a lány közötti, tehát a dohányzást, azt megnézzük, azt veszük észre, hogy sajnos a lányoknál inkább növekszik ez a tendencia. Ez pedig a terhesség ideje alatt is azért zömmel megmarad. Mit tapasztalnak akkor, amikor az első terhes gondozáson megjelenik egy kismama, nyilván rákérdeznek, vajon milyen arányban jellemző ebben a csoportban a dohányzás? Természetesen, amikor a kismama megjelenik az első felvételen, akkor bármelyik kolléganő az egyik első között teszi fel a kérdést, hogy dohányzik-e a kismama, illetve a várandóságot megelőzően dohányzott-e. Mi azt tapasztaljuk, hogy eltérő kulturális és szociális környezetből jött édesanyák különbözőképpen vélekednek magáról a dohányzásról és a dohányzásról való leszokásról. Nagyon sok édesanya úgy jön oda, hogy ha dohányzott is, a magzat egészségének és életének védelme érdekében leszokik, illetve leteszi a cigarettát. Mennyivel előtte érdemes leszokni a dohányzásról, ha valaki babát szeretne? Hát legalább egy fél évvel előtte le kellene tenni, és ugye nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy azt mondják a kismamák, hogy jó, csak 1-2 szálat szívok el. Ez mindenféleképpen veszélyes, tehát már az 1-2 szál cigaretta elszívása várandóság alatt a későbbiekben a magzatnál, illetve a megszületendő gyermeknél komoly károsodásokat okozhat. Mik ezek a károsodások? Mi az, amire felszokták hívni a figyelmet ilyenkor? Amire leggyakrabban hívjuk a figyelmet az, hogy ugye a baba és a mama szimbiózisban él a várandóság alatt, a méhlepényen keresztül a tápanyagok és az oxigén ellátása az édesanyából érkezik. Ugye a dohányzás alatt a beszűkült terek, illetve a megnövekedett terhelés miatt a baba eleve egy oxigénban kevesebb vért kap az édesanyától, ezért nagyon nagy arányú a koraszülésnek a veszélye, kimutatták a későbbi allergiás, asztmás megbetegedéseket, illetve nagyon gyakori, hogy legalább egy 150-400 grammal kevesebb súllyal jönnek ezek a babák világra, és sajnos azoknál az édesanyáknál, akik nagyon nem veszik komolyan, illetve nem érzik ennek a tényleges veszélyét, annyira elmehet ez a történet, hogy sajnos halva szülés is lehetséges, illetve a genetikai kockázatokra is felszoktuk hívni a figyelmet, hogy bizonyos genetikai megbetegedéseknek az aránya is növekedhet a dohányzás következtében. Jellemzően, amikor elmondják ezeket a veszélyeket a kismamáknak, a dohányzó kismamáknak, akkor milyen arányban hajlandóak letenni a cigarettát? Úgy veszük észre, hogy ha százalékos arányt nézzük, akkor egy olyan 90-95%-ban megpróbálják, illetve le is teszik a cigarettát. Sajnos azonban el kell mondanunk, hogy megint csak visszakanyarodunk a szociális és kulturális háttérhez, mert nagyon sokszor, akiknél a háttér olyan, hogy nem segít, tehát maga a szülő, maga a kapcsolatok nem segítenek ebben a kismamában, kismamának nagyon-nagyon nehezen tudják ezt letenni. Ráadásul terhesség közben a leszokás is nehezebb talán, mint még előtte, hiszen azok a leszoktatást segítő módszerek nem mindig alkalmazhatók épp a terhesség miatt, vagy nem ajánlják. Azért nem ajánljuk, mert a leszokás segítő módszerek nagy részében pontosan azokat az anyagokat be fogja vinni a szervezetbe, illetve egy részét. Itt ugye a nikotinról beszélek, mert akár a tapaszok, akár a sprék formájában bevitt nikotin ugyanúgy károsítja a babát. Természetesen a dohányban megtalálható nagyon sok rákkeltő anyag, illetve nagyon sok anyag nem visszük be a szervezetbe, de ez ugyanolyan káros. Természetesen ilyenkor azért fel szoktuk hívni a figyelmet
itt a kismamáknak arra, hogy lehetőség van arra, hogy szakember segítségét kérjék. Mert mi védőnők elmondjuk ennek a káros veszélyeit, segítünk az anyukáknak bármilyen formában, de ma Magyarországon azt veszük észre, hogy sajnos, hogyha olyan szakemberi segítséget ajánlunk föl, legyen ez egy pszichológus, legyen ez egy terapeuta, akkor úgy érzik a kismamák, hogy stigmatizáljuk, megbélyegezzük őket, esetleg betegségként könyveljük el az ő állapotát, és ezért nagyon-nagyon nehéz akár szakembereket is bevonni ebbe a segítségnyújtásba, bár tudunk arról, illetve itt Nyíregyházán is működik dohányzás leszoktató program. De éppen azt gondolom, hogy itt nem csak a kémiai leszoktatásról van szó, hanem nagyon jó, ha párosul mellé egy stressz megküzdési fejlesztés, vagy egyáltalán a feszültséglevezetési módszerek gazdagítása, hiszen sokszor nem feltétlenül csak a nikotin miatt, hanem a feszültséglevezetésre használják a dohányzást. Persze ez egy... gyakorlatilag egy szenvedélybetegségről beszélünk. Tehát ameddig nem tudatosul, és itt nem csak a várandóságról van szó, hanem akár a fiataloknál is, akár az idősebb generáció, amíg nem tudatosul valakiben az, hogy gyakorlatilag ez egy szenvedélybetegségről, és nem tudja kimondani azt, hogy egy betegségről van szó, addig nagyon nehéz kezelni ezeket. A fiataloknál nagyon fontos lenne az, hogy segíteni abban is, ezért létrejött ugye Nyíregyházán iskola bűnügyi szolgálat működik, akiknek nagy jelentőségük van abban a kolléganőknek, hogy egészségnevelő előadások tartásával, interaktív módon, játékos formában már a 10 éves korosztálynak felhívni a figyelmét arra, hogy mi várható, nem csak a várandóság alatt, nem csak a magzati élet veszélyében, hanem már eleve a fogamzásnál, már eleve a baba vállalásánál, családtervezésnél, és nagyon fontos lenne az, hogy egy olyan, akár egy terápiás csoportban, akár gyerekpszichiáter vagy gyerekszakpszichológusok segítségével egy olyan előadássorozatok, olyan konfliktus kezelési módoknak a megtanítása, ami megtanítja a fiatalokat nemet mondani, megtanítja az önértékelési problémáiknak a fejlesztésére, konfliktus kezelést tanít nekik, mert a későbbiekben ez nagyon nagy hatással lesz az életükre. Arról nem beszélve, hogy talán kevéssé fogják stigmatizálónak gondolni, hogyha mégiscsak pszichológus vagy pszichiáter segítségére lesz szükségük. Egy kicsit megakadtam azon a gondolaton, hogy éppen a lányok körében emelkedik a dohányzás. Vajon ez minek köszönhető? Ez köszönhető annak is, hogy egy kicsit, hát ugye a világ, a lányok fel akarnak valamilyen szinten zárkózni, a fiúkhoz erősebbnek akarnak látszani. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy a lányoknál a kortárs hatások egy kicsit olyan erősebbek. Nagy lányosnak akarunk látszani, ha a többiek rágyújtanak, én is rágyújtok. Valami, akár családon belüli konfliktus, akár a szülővel való konfliktus, akár a serdülőkori problémákat, mint hogyha egy kicsit nehezebben tudnak kezelni, és valószínű, hogy inkább egy ilyen pótcselekvésként élik meg ezt az egész történetet. Milyen szerepe lehet a védőnőnek egy ilyen egészségnevelő munkában? Egyáltalán meddig tud kísérni egy családot a védőnő? Igazából a védőnő, mint családgondozó, elég sokáig látja a gyereket, ugyanis a várandóságtól egészen a gyermek 6 éves koráig ugye gondozás alatt áll, családgondozás alatt, de hogyha megszületik a fiatalabb testvér, esetleg a 3. gyermek, akkor van olyan család, akinél 15-20 évig találkozunk ugyanazzal az édesanyával, látjuk a gyereket felnőni, és én úgy gondolom, hogy a védőnőnek nagyon nagy szerepe van abból a szempontból, hogy egy olyan ember, aki bejár a családba, ismeri a családot, olyan úgynevezett intim szférába kerül be, és olyan dolgokról tud, amit esetleg nem mernek, szégyelnek, vagy bármi miatt nem akarnak elmondani másnak. És hogyha kialakul ez a bizalmi kapcsolat, akár az édesanya, édesapa, akár a nagyobb gyerek és a védőnő között, nagyon nagy segítsége van abban, hogy az elbeszélgetésen túl akár egy terapeutához, akár egy a szaksegítségre való irányításában könnyebben megfogadja a tanácsunkat, vagy nem azt fogja érezni, hogy én bántani akarom ezzel, nem azt fogja érezni, hogy én valamilyen szinten lenézem, hanem érezni fogja a segítséget, és valamilyen szinten ezt a bizalmat tovább tudjuk erősíteni. Holiknés Ajtos Ágnes, köszönjük, hogy a vendégünk volt ma este. Köszönöm szépen.